A háttér munkái volt a főszerep, ezért több év után ülésezett újra a Vármegyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság. A főként orvosokból és járványügyi szakemberekből álló tagok a különböző fertőzések megelőzésén és a helyes antibiotikum terápiák kifejlesztésén dolgoznak. Polgári András, a kormányhivatal főigazgatója, a népegészségügyi főosztály épületében rendezett ülésen azt mondta, a vármegyei bizottságok egyedülálló prevenciós és figyelemfelhívó munkát végeznek. Ugye a mai világban a betegek nagyon sokszor azonnal az antibiotikumos kezeléshez fordulnak, de tudnunk kell azt, hogy ha elhasználjuk a puskaport és ágyúval lövünk lerébre, akkor azok a betegségek, amelyeket eddig az emberi szervezet magától meg tudott gyógyítani, azok már az antibiotikumok hatására se fognak meggyógyulni. Fontos és hiánypótló a mai gyűlés, hiszen a szakma minden stábja jelen van. Tiszti főorvos asszony vezeti a mai bizottság gyűlést, ami azért is azt gondolom, hogy egyedülálló, és mérföldkő, hiszen így mind az egészségügyi ellátó szervezetek, mind a házi orvosok, mind a kórházi ellátók, mind pedig az egészségügyben dolgozó széles spektruma jelen van a mai rendezvényen. Szabó Tünde vármegyei tiszti főorvos a multirezisztens fertőzésekről beszélt. Hangsúlyozta, Európában több tízezren vesztik el életüket azoktól a baktériumoktól, amelyek egynél több antibiotikummal szemben ellenállóvá váltak. Emellett a rosszul alkalmazott antibiotikum terápiák is komoly gondokat okoznak. A nem megfelelő antibiotikum terápiákkal, ami mind az alapellátásban, mind az intézeti ellátásban működik, illetve az emberek antibiotikum szedési gyakorlata elősegíti a rezisztens törzseknek a fejlődését, kialakulását. Ehhez többek között a gyógyszergyártó cégeknek is mindenféleképpen újabb és újabb antibiotikumokat kell kifejleszteni, hogy ez a tendencia megálljon. És az infekció kontroll, amit a COVID alatt is láttunk, hiszen úgy lehetett meggátolni és megakadályozni, hogy ez még nagyobb méreteket öltsön, hogy a megfelelő higiénés viszonyokra odafigyelni, az infekció kontrollnak minden egyes lépését figyelni, és különböző terveket kialakítani, és ezt nem csak a vezetés, hanem azok az emberek, akik a betegágyaknál a betegutakat végigfelügyelik, az egészségügyi dolgozók, tehát mindenkinek számára ezt ismerni kell. A bizottságok egyik fő tevékenysége egyébként, hogy vármegyékre lebontva monitorozzák a fertőzéseket és annak kiváltó kórokozóit. Az összegyűjtött adatokat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz juttatják el.